Több tehetséges fiatal lépett színpadra hétvégén a Gemenc hangja 2024 énekversenyen Szekszárdon. A programot már sokadik alkalommal szervezték meg. A vetélkedő Béresné Kollár Éva elképzelése alapján valósult meg. A Gemenc hangja énekverseny az most már hosszú-hosszú évekre visszamenőleg minden évben megrendezésre kerül, és hát itt egy embernek a nevét nem is tudom megkerülni, nem is szeretném, Véres Éva nevéhez fűződik ez az egész verseny, és tulajdonképpen mondhatom azt, hogy az éneklő ifjúság és az éneklő kisgyerekek, vagy akár már a nagyobb korosztály az ő keze alatt nőtt fel itt az évek során, úgyhogy amióta az eszemet tudom, kislánykorom óta emlékszem arra, hogy Éva mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektetett ezekre a dolgokra, és hasonlóan én hozzám a gyerekeknek a zenei nevelése, az ifjú tehetségek felfedezése, ez nagyon-nagyon fontos volt számára. Nagyon-nagyon sokan vannak a jelentkezők, úgyhogy nem lesz egyszerű a feladatunk, mert a korábbi évekre is, ha visszagondolok, akkor fantasztikus, tehetséges fiatalokkal találkozhattunk, egészen a pici korosztálytól kezdve. Ez azt jelenti, hogy körülbelül az ilyen 7-8 éves kis hölgyek és ifjú uraktól elkezdve egészen a felnőtt kategóriáig vannak korosztályonként besorolva a gyerekek, vagy hát az ifjú felnőttek, vagy fiatalok, akik már ilyen egyetemista korosztály, és hát a musical, a pop, a duett, többféle kategória van, amelyben indulhatnak a gyerekek. Van, aki többféle kategóriában is indul, természetesen ezt akkor így honorálni is illik. Úgyhogy mi nagyon nagy szeretettel és várakozással vagyunk e felé, hogy az egész nap tulajdonképpen erről fog szólni, a zenéről és a tehetséges fiatalokról. Az előző évekhez hasonlóan lesz Gemenc hangja minden kategóriában, és hát természetesen nagyon sok díjjal készülünk az ifjú tehetségek számára, úgyhogy én nagyon remélem, hogy minél több díjat tudunk majd kiosztani, olyat, hogy mindenki örülni fog, mindenki lelkes, a tehetséges gyerekek már adottak hozzá, ebben biztos vagyok. Nekem kötődésem Szekszárdhoz annyi, hogy az elmúlt pár évben néhány alkalommal énekeltem itt koncerten, volt zenekarommal, a Gruppenzwingel, valamint a Pece István révén a Big Band-del volt itt koncertem. Innen ismerem például a István lányát, Zsófit, aki szintén a zsűri tagja, és Béres Évától kaptam meg ezt a felkérést igazából. Azt nem tudom, hogy Zsófi kezében ebben mennyire van benne, de én szerettem az ilyesfajta felkéréseket, amikor nem énekelsz, hanem te vagy az, aki meghallgatva fiatalokat, gyerekeket. Egyrészt az a fölött érzett örömöt, vagy örömön kívül, amit a gyerekeknek az éneklése ad, azon túl pedig, hogy látni, hogy akár 6 évestől, akár 15 évestől egy gyerek tudja, hogy mivel akar foglalkozni. Bejöttem ugye a kezdés előtt egy fél órával, és már vannak hangbeállások, és azt hiszem egy, hát nem merem megsatszolni, de kb. 6-7 éves kislány énekelt egy számot, és hát én gyakorlatilag elolvadok ettől, hogy valaki ennyire öntudatos, hogy 6 évesen képes kiállni a színpadra. Én trombitáltam általános koromban, az összes növendék hangversenyen én halott sápat, izgalommal teli voltam, ő meg intál 6 évesen, és az izgalom legkisebb ére nélkül profinottál. Én ezért az élményért jöttem. Egy kategóriában fogok indulni. Béresné Kollár Éva készített föl, már 8 éve énekelek nála,
ez lesz ugye a 8. évem, és Tolnára járok, de ugye Szekszárdon szoktunk előadni, meg itt vannak fellépéseink általában, falunapokon szoktunk előadni, ugye az országban a versenyeken szoktunk részt venni, minden évben többen is, mint ugye a Gemenc hangján, ugye Béres Nikolár éve rendezi ezt a versenyt is. Ugye junior 1-ben indulok, és a popban a Call Me Maybe-t fogom énekelni. Ez ugye egy ilyen 2010-es években egy nagyon híres popdal volt. A musicalben pedig a Mamma Mia 2-ből azt a dalt, amiben a főszereplő megszüli a gyerekét. És duettben is fogok indulni, azt pedig az egyik társammal fogom énekelni. És a tűz a meleg nélkül, és leáll a fiú nélkül, mondd, tulajdonképpen 1977 óta vagyok a pályán, hatalmas szerepekkel álltam mögött, és nagyon, erre nem készültem, nem tudom pontosan, de nagyon-nagyon régóta dolgozom az Évával, dolgoztunk, kurzusokat tartottunk az ő iskolájában, és Éva megálmodt ezt a Gemenc hangja című vetélkedőt, és számított rám, mint régi emberére, és hát így kerültem én ide tulajdonképpen. Nagyon szeretek ide járni, sokat tanulok a fiataloktól, az ambíciójukból, a lelkesedésükből, hangjukból, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. És hát remélem, hogy én is tudok nekik adni valamit, de önző módon nagyon, nagyon élvezem azt, hogy kapok tőlük sok-sok mindent, szépséget, tehetséget. A szinte egész napos verseny nagyon jó hangulatban telt, nosztalgikus élményt adtak a fellépők sokak számára. A csodálatos gyermekénekekkel, a terem megtelt szeretettel. A Gemenc hangja verseny jövőre újra visszatér.